amit itt a puszta közepébe fölállítottunk, fölépítettünk, ez nem más, mint önmagunk ellen vívott küzdelmeink vára. És ott vannak a lovasok, már hergerik a vágányokat. A vakonyi poroszkálók, és egészen közel mennek, és megmutatják, és majdnem betörik a várfalat. A kopja rádobása a kapura, végső és a salföldiek, kőkeményen. De hát a várból csak tűrik, még csak nem is kiáltanak oda nekik. Se egy ökölrázás, milyen békesség van ott a várban. Nagyon elszánt itt mindenki, hiszen hölgyekűek az elmúlt évszázadokban elképesztő mennyiségű vért pocsékoltunk arra, hogy egymás ellen harcoltunk. És látható, az őrületből sose volt elég magyar a magyar ellen, ugyanazon zászlót levegtetve, ugyanazon pajzsot kardot fogva, ugyanazon nyelvet beszélve képes volt egymás ellen fordulni. Viszont állat, a fenyegetés! Lép! Előre, utassátok meg hangotokat! Halljuk a hangotokat! Jézusom! Boli! Jó! Visszaverik az első ostromat! Hátra! Nem megy a faltörökos! Véres fővel az ostromló sereg! Mennek a létrák, másznak Jézusom, oda nézzetek, kitörtek a várból, visszaszorítják. Visszavonul a had! Hey! Magyar a magyarnak vérét még mindig ontani akarja! A ki a legény? Haj! Rá legények! Rája! Vélét veszed a másik magyarnak!